A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megemlékezést tartottak a tragikus kimenetelű mohácsi csata áldozatairól. Varga Szabolcs történész a következő szavakkal nyitotta meg a megemlékezést. 1976. augusztus 29-én elhangzott ezen a helyen az első beszéd. Az újabb és újabb évfordulók egyre nagyobb terhet róttak a felkért szónokokra, hogy vajon mit is lehet még elmondani a mohácsi csata hőseire, emlékezve, ami nem fog rosszul öregedni, ami képes hálót fonni az 500 éve itt küzdők és a kései emlékezők között. Két évvel a mohácsi csata 500. évfordulója előtt Hargitay János miniszteri biztos, országgyűlési képviselő az emlékezés helyszínén az évforduló egyik legnemesebb és legfontosabb célkitűzéséről beszélt. Azokat a hőseket, akik ezekbe a tömegsírokba el vannak hantolva, és ugye ebből két tömegsírt már fel is tártak a hozzáértők, nyilvánvalóan a feltárás eredményei még nincsenek meg teljes egészében, de meg lesz. Tehát a dolog lényege, hogy ezeket a hősöket végre méltó módon eltemessük itt az emlékhelyen. A további itt történő fejlesztés, sok milliárdos beruházás, ennek pedig óriási jelentősége, tette hozzá miniszteri biztos. Ez önmagában, amiről beszélek, csak itt az emlékhelyen egy 15 milliárdos fejlesztés, amit meg kell csinálnunk, és mondtam, hogy már csak két év van hátra. Tehát a másik, ami eszembe jut, az már is az időzavar. Mert nyilvánvalóan miniszteri biztosként addig, ameddig nem látok munkagépeket ezen a területen, akik már dolgoznak, és a végeredményt formálják, hát addig én csak tovább bőszülök, nyilvánvalóan addig is, vagy utána is, de én ezt minél előbb látni szeretném, és persze Mohács 500-nak vannak még más beruházásai, céljai, amit meg kell valósítanunk, és ezeknek nagy részét szintén más helyszíneken a csatai évfordulóra, tehát van előttünk feladat. A Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság területéhez tartozik az emlékhely. Fontos szerepet töltenek be az ásatások, feltárások alkalmával. Závodszky Szabolcs, a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság igazgatója, az emlékezés mellett a jövőt is felvázolta. Az idei évnek az aktualitását adja az, hogy a befejeződött a 4-es számú tömegsírnak a feltárása, és ott már az antropológiai kutatások folynak a Szegedi Tudományegyetemen, és hát reményeink szerint jövő év elején megkezdjük egy új látogatóközpont és egy kápolna építését itt az emlékhelyen, hogy két év múlva az 500. évfordulóra egy megújult helyszínnel tudjuk fogadni az ide látogatókat, illetve a tömegsírból kikerülő egyének is méltó nyughelyet kaphassanak a kápolnának az altemplomában. A megemlékezés zárásaként a kegyelet koszorúit is elhelyezték a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen.